És már vissza is tértünk, és itt is van mellettem az Idiot Size zenekar két oszlopos tagja, Botond és Gergő. Szevasztok! Hello! Hello. Na mi újság, elhoztatok nekünk a legújabb klippeteket, annyira meleg, hogy már hú, aminek a címe? A nézőpont, nem néző. Meleg, épp az, hogy hideg volt a forgatáson, nagyon. Ezt majd megbeszéljük utána, először nézzük meg a klippet, mit szólsz. Oké, play! Szeretitek a saját klippeteket, ugye, srácok? Most látom másodszor. Olyan? Már nem néztem végig. Miért nem? Jó, csak úgy három, mindig néztem, és akkor, ahogy írta is a kedves kommentet. Majd oda ki fogunk térni. Jó, bocsánat. Csak szépen semmi volt, szépen sorjában. Hál' Istennek magyarul van a szöveg, úgyhogy nagyon sokan értik, de hogy mégis azért miről szól ez a dal a szövegét illetően? Hát igazából itt pont a két szövegíró része nincs itt a csapatban, mert Barni és Alex írta a szöveget. Igazából arról szól, hogy mindig van egy másik lehetőség, tehát ne a szürke, illetve mindig egy oldal. Így van, tehát mindig lehet váltani. Már így értem, köszönöm, hogy megkérdezted. Jó. Tehát, hogy mindig lehet valami váltani, lehet cserélni egy életmódon, akármilyen tekintetben, hogy valamit gondolunk, na akkor ne úgy gondoljuk mostantól, hanem inkább emígy. Tehát egy ilyenre felszólít, hogy aki ezt nem így gondolja, az vegy észre, hogy így van. És gyere, lásd, jó? Igen, az olyan szembetű volt egyébként, hogy nem négyen vagytok, hanem egy igazi rapper csatlakozott hozzátok a zenekarhoz, aki név szerint.
Exta. Micsoda? Exta. Exta, igen. Ő ki? Ő egy szerencsi ismerősünk, tehát ugyanonnan származik, mint mi. Nagyon régóta ismerjük, jó kapcsolatban vagyunk vele. Ő 10 éve mozog ezen a pályán. Van egy kis bandája, van már klipük hasonlók, tehát ugyanígy mentek zenecsatornákon, csak nem sikerült. De nem hasonló zenei stílusban utazik, mint ti. Nyugodtan. Nem. Teljes három rap. Ja, csak rap. Aha, és akkor gondoltuk, hogy kicsit frissítjük magunkat vele. Ja, szóval ti ötletetek volt egyébként, hogy bevegyétek? Hát és akkor lesz még egyébként egy jó pár dal, úgy néz ki az éven vele. De megpróbálkozunk többféle stílusban. Szóval az a helyzet, hogy hiába 8 éve zenekar vagyunk, mi mindig keressük azt a stílust, ami nekünk, nem tudom, megfelelne, vagy ami tetszene a közönségnek jobban. Vannak lájtosabb számaink, most egy kicsit, tehát, hogy erősebb. Ez bennem egyébként kivált, én azt hittem, hogy teljesen elégedettek vagytok a saját stílusotokkal, és nem keresitek. Keressük, de szerintem ahogy egyre idősebbek leszünk, úgy mindig beleveszünk új hangszereket, új hangszerelésekkel próbálkozunk, szóval ez egy ilyen, szerintem egy folyamatosan változó dolog. A legjobb példa szerintem erre a Linkin Park, mi pont szerintem a másik irányba megyünk, fordítva megyünk, mert hogy ugye elkezdték ilyen rap-rockos vonalról, és hogyha meghallgatja valaki az utolsó lemezüket, akkor meg ilyen éneklősebb, lájtosabb, de mégis a nagyon zenei az egész. Mi próbáljuk azt vegyíteni, hogy legyen ilyen nagyon zenei, de mellette legyen benne rap is. Szerintem ez tök jó, tök jó. Megerőltet, mert picit maga a zenei alapok jóval erősebbek lesznek nagyjából az új dalokkal, tehát már van olyan, ami már fel van véve egy ilyen 80%-osan, tehát hangszerelésben nagyon nem ilyen hatású. Tehát ezért egy sokkal hát ahogy hiszik, képközben mutogattátok egy nagy kuzi koncerten, azért ez sokkal jobban átjön. Igen, erősebb szerintem a koncert. Aha. Performance nekünk. Aha. Nem féltetek egyébként attól, hogy mert nem volt tőletek megszokott az, hogy egy rappert bevesztek a zenekarba, és a visszajelzésetől nem féltetek? Egy kicsit, hogy mit fognak szólni? Vagy nem érdekelt? Igazából ezek vagytok most ti. Igazából érdekelnek ezek mindig minket, nincs ezzel baj, érdekelnie kell az embert, ez tény. Viszont nem féltünk tőle. Tehát azért most észrevehetjük azt, hogy Magyarországon hova irányult a zenei. Azt a szót fogsz mondani. tehát, hogy Magyarországon a zeneipar egy picit elindult az egyik vonalra, ez pedig inkább ez a rap vonala. Tehát azért... Kicsit undergroundosabb? Így van. De azon nem csak maga, mint underground, hogy az alternatív zene, vagy bármi, mint végig, ugye nagyon undergroundnak hívtak, hanem azért a rap elég erősödött az utóbbi egy-két évben, és ekkor jött az ötlet, hogy miért ne erősítsük meg mégis ezzel. De mellette rockosak szeretném maradni, úgyhogy azért gondoltuk, hogy kicsit erősítünk. Barni is most már elektromos gitárral játszik ebben a klipben is, látható, azért tök jó lesz, hogy a két gitár lesz a bandában, nem eddig akusztikus gitározott, szóval a koncerteken azért erősebb hatás lesz így. Tudja vinni az alapot, amely bele tud szólózgatni, gondolom, és hát akkor lehet variálni. Hogy az alap akár egy refrén alatt, meg mondjuk csak ki van egészítve, már erősebbnek hat az egész, szóval szerintem ez nagyon előnyös. Szóval akkor elmondhatjuk azt, hogy ti koncertekben erősebbek vagytok, mint videoklipekben. Így van. Tehát maga, mint hogyha meghallgatsz egy dalt, ami fel van írva a stúdióba, egy koncerten jobban üt. Tehát ott azért vannak benne kis okosságok, ami utólag kerülnek próbán, üteszünk be. Mi magunk ellen persze. Így beszélünk, de persze, azért ilyen a klippes hangszerelés, mert szerintem ez belefér minden most. Hogyha elkezdenénk szerintem olyan irányú klippeket csinálni, mint mondjuk az a dal, amit most lehet, de abból is lesz klip, nem? Lehet. Az új rappes dalból, szóval ki tudja, nem tudom, mit hoz az év, bármit hozhat. Na nézzünk bele egy kicsit a kommentekbe, egyébként ugye kb. Egy hetet töltöttétek fel a videó megosztó poltra, és már pár ezeres megtekintést tudhat magáénak, ami teljesen jó. Vajti nagyon és egyébként nagyon jó lett a videoklip, köszönöm, hogy benne lehettem, csak így. Amúgy ehhez hozzáfűzés, nem tudjuk ki ez, és ki van, hol van benne. Úgyhogy jelentkezzen, van egy másik is, egy ilyen, néztük, hogy nagyon jó volt, hogy egy ilyen forgatás nézett, és részt vehetett benne, nem tudjuk, hogy hol szerepelt benne, de ezek szerint ott volt, úgyhogy megköszönjük. Aztán persze van itt olyan Árontól, hogy lehet behányok. Hát ja, egyébként neki megnéztem, képzétek el a zenekarát, mert a channelén fent van, hogy mit játszanak, progresszív metált. Én szeretem a progresszív metált, körülbelül 5 percet meghallgatok egy lemezből, pont. Tehát nem kell szerintem olyan zenei stílust szembeállítani egymással, ami abszolút összeférhetetlen. Most egy pop-rock kicsit rappel fűszerezve, hogy jön a progresszív metalhoz? Ez egy kicsit azért felháborító. Beszéltet egyébként fűszerezésről, meg hogy új dolgokat tesztek bele, de mégis valaki azt írja, hogy nem tetszik, unalmas, semmi egyediséget nem látok benne. Ezt igazából régóta kapjuk az ilyen jellegű hozzászólásokat. Szerintem ennek az oka, hogy maga az egész zenei vonal, amit mi viszünk, egy picit azért
azt sugallja, ami mi felnőttünk, és az amerikai gördeszkás pop punk rockot hallgattuk. Tehát azért Blink, Green Day, és ezeken nőttünk fel. Ez egyáltalán érezhető a zenénkbe, és lehet, hogy neki már nem egyedi, mert ha ő is ezeken nőtt fel, viszont Magyarországon úgy éreztük, hogy nagyon ez a vonal nincs jelen. Tehát nagyon nincs egy magyar Simple Plan például, vagy egy Green Day, tehát nincs nagyon olyan zenekar. Hát már nincsen No Tank sajnos, úgyhogy. Nekik Blink számokat loptak. De semmi baj. De tehát érted, ez a vonal kicsit kimaradt is, mert annak idén veszettük, úgy voltunk, hogy akkor miért ne hozzuk be esetleg mi ezt ide. Hát nem sikerült olyan szinten, ahogy terveztük, ez tény, viszont ki tudja még mit hazajövő. Igen, az egyetem egyébként, hogy ti elkezdtétek tényleg ezen a pop-punkos vonalon. Hogyha mondhatom ezt, az itt nálunk annyira nem megy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez miért van így. De amúgy hallgatják, ismerik mindenki, megveszi a lemezt, letölti a lemezt, most mindegy, hogy melyik részét nézzük, hallgatják az emberek, de hogyha magyar csinálja, az nem jó. De főleg, hogyha magyar csinálja angol szöveggel, akkor mellett, hogy jobban belefér, akkor is. Te tényleg ilyenek vagytok? Nem nincs ilyen terv, hogy esetleg például ezt? Volt már próbálkozásunk, tehát volt már, hogy megcsináltunk angolul, nem volt nagy különbség a kettő között igazából. Nem tervezzük, úgyhogy most teljes mértében átálljunk arra, hogy angol szöveget írjunk. Azért maga az, hogy angol szöveget mi személy szerint nem tudunk írni, hiába tudunk mindenki angolul, de azért angol szövegírás megint egy picit más világ, mint az, hogy most tudunk angolul beszélni. Úgyhogy persze találnánk jó szövegírókat, ez tény, meg már volt, aki írt nekünk szöveget és jó szöveget írt, de nem tervezzük ezt a vonalat. Uh-huh. Természetesen egyébként visszatérve a kommenteknek a java része az pozitív, és ennek mindjárt nagyon örülünk. Elkezdődött az élet. Őszinte vagy. Jó, mit terveztek erre az életre? Boton, megkaptad a gitárt karácsonyra? Vagy folyamatban. Folyamatban. Meghallgatta Jézuska. Félig kijött a kéményben. Nem, meg rendelés alatt. Megrendelte. Szólt, hogy amúgy, bocs, nem tettem a fa alá, de amúgy már egy következő falra beteszem. Hogy fog kinézni ez az évetek, mit gondolta? Hát most elég erősen ráállunk arra, hogy a dalokat, amiket elkezdtünk, be tudjuk fejezni, mert igazából mi is olyan fogunk, hogy jön egy ötlet, akkor elkezdjük, belekapunk, és így most egy ilyen 8 dal van 60-70%-os állapotban. Mert jaj, van egy jobb ötlet, kezdjük már kezdjük el azt, tudod, és akkor, de mi lesz, majd megcsináljuk azt is, tudod, és már kész van kb. Másfél lemezanyag, nem is 8, hanem van. Hát de azt mondom, hogyha 8, ami már nagyon közel van, az, hogy készen van, amúgy igen, egy másfél lemezanyagi szám van, csak készen nincsen. Legközelebb mire számíthatnak a nézők, rajongók, hallgatóság? Tőletek szerintem erre a legerősebb, amiről pont beszéltünk, ez a rappes erősebb dalra, hogy mikor tájt, pont most beszéltük itt kint, nehéz összeegyeztetni a dolgot. Ennél is erősebb, mint amit most hallottam. Erősebb. Úristen, progresszív metál. Igen, így van, hogy már neki tetszen. Tehát pont azt beszéltük most itt kint, hogy elég néz összeegyeztetni, azért 4-3 városban tevékenykedünk, meg azért korőhatával dolgozunk mindannyian, nehéz megoldani ezt egyértelműen, de tervezzük azt, hogy egy hónap magassága azért már valami. És van még egy termény, szeretnénk csinálni egy tök jó covert is, amit most elsütöttünk a szombati koncertünkön, játszottunk, egy nagyon jó teltházas buri volt, megőrült mindenki, ez a One Republicnek lesz a Counting Stars nevű dala, nagyon, hát ilyen punk rockosra megcsináltuk, tudod, van ez a Punk Goes Pop nevű, igen, hasonlóra jó, nem lesz benne ordibálás, de erős lesz. Hát akkor megmaradhatok idiótáknak ezért a 8 év alatt is. Igen, és azt tervezzük, hogy felvesszük, és akkor azt is a mi verziunkban. Mint az AFC-unk, azt a Britney számot lekopítja. Ja, olyan. Hasonlóan? Így van. Képbe vagyok, Boton. Nagyon tudod. Nagyon van, srácok, akkor kb. Egy hónap múlva várok vissza titeket, és akkor meséltek, hogy mi újságban. Ez az. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.